Én mindig ezt tapasztaltam a Tamásnál is, hogy körülvették a növendékek, mindig egy csapat volt körülötte, és együtt dolgoztak, együtt elmélkedtek, együtt kísérleteztek. És szerintem a pedagógiának ez a lényege, hogy folyamatosan változik, folyamatosan reflektálni kell arra, hogy a gyerekek most a mai világban hogyan tudják befogadni jelen esetben ugye a zenei anyanyelvüket, és a pedagógusnak az a szerepe, hogy ezeket a lehetőségeket, ezeket a kihívásokat meg tudja válaszolni, vagy irányítani tudja. Na, ebben fantasztikus volt nem csak Kobzos Kis Tamás, hanem az Óbudai Népzenei Iskola összes tanára. Kobzos Kis Tamás énekes és hangszeres előadó művész, népdalkutató, május 30-án lett volna 70 éves. Az Óbudai Népzenei Iskola falai még ma is őrzik a 25 évig tevékenykedő igazgató szellemiségét. Az ő nevéhez kapcsolódik a 16. századi magyar énekkincs, Tinódi Lantos Sebestyén és Balassi Bálint munkásságának újjáélesztése is. Énekesként különböző hangszerekkel, főként lanttal, kobozzal, sazzal, vagyis török lanttal és tekerővel kísérte önmagát. A tudományos módszere az egyszerre épült arra, hogy meg kell ismerni az élő hagyományát, annak, amit ő is csinál, meg hát meg kell ismerni az írott forrásokat is. Na most ez a kettő, ez élesen szétválik az ő esetében, mert élő hagyományt azt tőlünk keletre találni, ott viszont nem írják le, mert az egy élő hagyomány. Nyugat-Európából sok írott forrás lehet találni, viszont csak találgatni lehet, hogy valójában mit jegyeztek ők le. Azt tudja, hogy miről szól a kotta, akinek a fejébe benne van ez a hagyomány. Ahol hiányzik, na ott jön az izgalmas dolog, hogy hogyan lehet a keletről beszerezhető információt felhasználni arra, hogy a nyugati írott információt élővé tegyük. Restauráltam később is, csak zenét restauráltam. Ez így van, és pontosan átvittem azt az izgalmat, amit én azért kézműves oldalról nehezen tudtam volna megvalósítani, mert nem értettem annyira azért a dolgokhoz, mint egy restaurátor. Viszont a zenében bátor voltam, és bátrak voltunk, tehát nem kötött bennünket olyan sok minden, mint egy tanult zenész. Oda megyen, oda, a legkisebb fia, Csaba király úrfi, s elfogad a sírva. Azt hiszem, Kobzos Kis Tamás egy igazi trubadur volt. A szónak abban az értelmében, hogy élő hagyományként, vagy abszolút kortárs világként kezelte azt, amire mi úgy nézünk, hogy hát régi korok szép emlékei. Vannak olyan hangszerei Tamásnak, amelyek annyira őhozzá kötődnek személyesen, hogy ahhoz más inkább ne nyúljon. Közeli barátoknak ez a hosszú furúja egy nagyon komoly személyes emlék. Ez volt az utolsó hangszer, amit még megszólaltatott Tamás életében. Nagyon-nagyon beteg volt, ott voltunk nála, meglátogattuk, és akkor mi muzsikáltunk neki, meg beszélgettünk vele, és egyszer csak mondta, hogy adjátok meg kézbe ezt a hangszert, és ott fekve megpróbálta megszólaltatni ezt a hosszú furuját. Úgyhogy ez olyan megható, amikor az ember ezt kézbe veszi, vagy látja, és ezáltal is szeretettel emlékezünk erre a nagyszerű muzsikusra. Néhai hangszerei nem csak a vitrínben porosodnak. Halála után létrejött a Kobzos Kis Tamás Vándordíj. Ezzel hangszerei az iskola kiemelkedő tanítványai kezeibe kerülnek.